Ez az album egészen jó állapotban maradt meg. Minden oldalon szigorúan csak két darab, 6x9-es álló fénykép van, fotósarkokban elhelyezve. Rögtön férfi tulajdonost sejtettem a katonás rend mögött, és ez be is igazolódott. Az első oldalon lévő két kép közül a jobb oldalin két biciklit tartó férfi áll, egyikük bringája amolyan átlagos mezei darab, a másiké viszont komolyabb versenykerékpárnak tűnik. Ő lesz a mi emberünk, nevezzük Szilárdnak. Mert az albumban se név, se évszám nincs sehol feljegyezve. A baloldali képen egy fiatalasszony látható kosárral a kezében. A nő mögötti kukoricásból éppen kilépő férfi véletlenül került a képre, és rögzült immár örökre a halhatatlanságba. A másik oldalon két népviseletbe öltözött lánya főszereplő. A baloldali éppen homlokon csókolja az alacsonyabbikat, nem tudni miért. A másik képen hősünkkel látjuk a két lányt, nem tudjuk, ki készítette a felvételt. Valamint azt sem, hogy Szilárd melyiküknek udvarol. A következő két fotó elárul valamit Szilárd önképéről. Szereti, ha félmeztelenül kapják le. Láthatóan meg van elégedve az izmaival, és nem bánja, ha ezt más is elismeri. Ezért minden ilyen felvételen ügyel arra, hogy exponálás előtt behúzza a hasát. A kisfiú valószínűleg nem hozzátartozik. A következő oldalon egy ház belső kertjében egy idős hölgy és egy fiatal nő, talán anya és leánya látható. Csak ráközelítve vesszük észre, hogy a lány hóna alatt egy beijjett fekete cica van, mert lentről egy kutya ágaskodik fel, hogy elérje. A másik képen is erre a fiatal nőre ismerünk, egy férfi társaságában. Nem tudjuk, milyen kapcsolatban vannak Szilárddal, amiért bekerültek az albumába. A következő oldalon Szilárd és kedvese látható, szinte azonos beállításban, más-más helyszínen. Hősünk ismét félmeztelenül, a lány rövid nyári ruhában. Szilárd itt elfelejtette behúzni a hasát, de a mellette lévő képen már nagyon ügyelt arra, hogy az exponálás előtt minden levegőt beszívjon a mellkasába. Az ezután következő felvételeken már nem fog megfeledkezni erről a felső testét előnyösen mutató légzésről. Itt egy gyümölcsösben állnak ismét a fényképező lencséje elé, időzített exponálással egy statívról készítette ezeket a képeket. Hát sok fantázia nem szorult hősünkbe, már ami a beállítást illeti. A következő fotón a far és hátizmának megörökítése és ezáltal tanulmányozhatósága volt a kedvese feladata. Ilyen fotót még nem láttam, bár egy testépítőtől elfogadható, hogy kíváncsi a hátára is. Majd egy stégen látjuk Szilárdot rettentően behúzott hassal. Ezt is a lány készíthette, akit ezennel elnevezek Csöpinek. A következő oldalon szembesülünk hősünk csökönyös rendmániájával. Az első fotó álló helyzetben van beragasztva, noha rögtön látszik, hogy fekvőkép, de mert az albumban minden egyes kép álló, nem zavarhatta meg ezt a rendet. Ez a kép egy vízipóló meccs lelátóján lett septében lekapva, talán ezért ferde a horizont. A másik fotón ezen az oldalon egy általam nem ismert szobor vagy emlékmű látható. Szilárd és Csöpi diszkréten becsempészték magukat a képbe. A következő oldalon két utazás emléke egy-egy fotón. Az elsőn Csöpi egy minden bizonnyal erdélyi város terén sétál a fényképezőgép felé. A másik képen talán a kaszinó épületét látjuk Monte Carlóban. Majd megint két strandfotót látunk, az elsőn egy tekintélyes termetű férfival együtt, aki arcvonásainak hasonlósága miatt talán Szilárd bátyja lehet, és aki hátrányára nem ismerte a hasbehúzós trükköt. Bezzeg Szilárd rendesen koncentrált. A másik képen szólhatott a bátyjának, mert amaz láthatóan összekapta magát, és sportosabb lett a felső teste, bár majdnem lemaradt a fotóról, amit bizonyára Csöpi készített. A következő oldalon is van egy fekvő fotó, amit Szilárd természetesen állítva ragasztott be. Ezen Csöpi néz ki egy hajó alsó ablakán egy dunai kirándulás alkalmával. A másik kép is ekkor készülhetett, de nem tudni hol. Egy kép hiányzik a következő oldalon, ami kieshetett a mindössze két fotósarokból. A megmaradt fotón Csöpi és Szilárd látható a hajó lépcsőjén. Valakit megkérhettek, hogy kapja le őket, mint a következő képen is a kedvelt strand környezetben. Itt kivételesen ülnek a medence korlátján, de Szilárd így is ügyelt a hasára.
A mellette lévő képen már ismét az álló pózban látjuk őket, hősünk fején egy meglehetősen előnytelen úszósapka, ami ráadásul csáli is. A következő két kép is a hajó kiránduláson lett felvéve. Egyiken a szokásos beállunk a fotózáshoz pózban állnak a fedélzeten, a másikat Szilárd készítette a tájról benne egy várral. Azután megint a strandon vagyunk. Először egy fürdőruhás szólókép csöpiről egy napozó ágy szélén ülve. A háttérben látszó férfi csíkos fürdőnadrágjából kiindulva azt gondolom, hogy a 40-es évek közepén lehetünk. A következő képen megint együtt látjuk őket a szokásos pózban, és ezzel nincs vége, mert ezután még két hasonló zsánerű kép következik. Azzal a különbséggel, hogy ezek német fürdőben készültek, legalábbis erre utal a Schwimmer tábla. Mindketten üzembiztosan mosolyognak a kamerába, Szilárd is jól tartja bent a levegőt. Ahogy a mellette lévő képen is, azzal a különbséggel, hogy Csöpi itt levette a napszemüvegét. Egy szakállas bácsika is bekéreckedett a képbe, gondolom Szilárd nem kis bosszúságára. Tovább lapozva az albumban két fotó következik Csöpiről, az elsőn egy számomra idegen város nem túl forgalmas utcáján látjuk. A másikon talán csak véletlenül van félig bent a képben, és Szilárd igazából a semmitmondó tavacskát szerette volna megörökíteni. De a következő oldal első fotóján megkértek valakit, hogy kapja le őket háttérben a tóval. Szilárd vashaltöltönye nem kirándulásra utal. Bár még az is lehet. Ő láthatóan Ada megjelenésére. E kép mellett, micsoda meglepetés, ismét egy strandos fotó van. A szokásosan felügyelt hastáikkal a már ismert pózban. Két nem túl izgalmas felvétel van a következő oldalon. Csöpi egy ismeretlen város utcáján. Csak hálásak lehetünk annak a párnak, akik véletlenül bekerültek a képbe. Így valami történésben is részesültünk. A másikon talán a bécsi Stefan-dóm részletét és egy háztetőt látunk. Ezután megint Csöpi elegáns kosztümben, új frizurával ül egy kőpárkányon. Alul látni Szilárd árnyékát, ahogy éppen fényképezi. Egy nagy totál következik. Híd és park részlet, benne egészen aprón Szilárd és Csöpi. Türelmes lehetett az a járókelő, akit megkértek a fotózásra. Önkioldóval nem értek volna ilyen messzire. A következő oldalon az első képet meglepődve nézzük. Szilárd nem Csöpivel kirándult. Ezt a hölgyet még nem láttuk az albumban. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy csak ketten vannak az erdőben. Ugyanis belátszódik a kép alsó sarkában a fényképezőgép statívja. Vagyis a felvétel önkioldóval készült. A titokzatosan mosolygó lány blúzán néhány gomb már ki van gombolva. Szilárd arcáról semmit sem lehet leolvasni. A másik kép az album fotója. Nem tudni, ki kapta le Szilárdot pisilés közben, de Csöpire szavazok. Az egy másik kérdés, hogy Szilárd ezt a képet miért ragasztotta be az albumba. Talán azért, mert ez is olyan férfias felvétel, és a feneke is jól mutat az alsónadrágban. Majd ismét egy Szilárd hátizmát megörökítő felvétel egy erdei nyaraló előtt. Bizonyára Csöpit kérte meg a fotózásra. A következő kép egy csónak kikötőben készült, talán a római parton, Csöpi társaságában két ismeretlen fiatalember néz a lencsébe. A jobb oldalon álló srác ismerhette Szilárd hasbehúzós technikáját félmeztelen strandfotózás esetén. A másik oldalon az egyik felvétel négyes csoportkép, amin az itt még felöltözött bátyjával és valószínűleg az éppen cigarettázó feleségével látjuk együtt Szilárdékat, még mindig a római parton. A mellé beragasztott képen is ők négyen vannak, kollektív dinnyelvés közben lekapva. A következő oldalon sajnos egy kép kiesett a két fotósarokból. A megmaradt felvételen megint a rokoni társasági, már mindenki fürdőruhában. Szilárd fején ismét ott van az előnytelen úszósapka, és megint kicsit csálé. A következő két kép egy dunai hajó kiránduláson készült Csöpiről. Úgy tűnik, hogy ő is kitalált magának egy ideális beállást, mert a két képen szinte hajszál pontosan ugyanabban a pózban van. A második képen kibetűzhető a hajóállomás felirata, Bratislava, amit éppen elhagy a hajó. A következő oldalon is még két felvételt találunk erről a kirándulásról,
Szilárdot fényképezi le Csöpi a hajó korlátjánál, majd ő készít egy fotót a Dunaparti tájról. Az ezután következő oldal fotói fejtörést okoznak. Az első képen egy csemegebolt kirakatát, vagy talán belső ajándékkosarakkal és mindenfélével telepakolt pultját látjuk. Fogalmam sincs, miért került az albumba. Lehet, hogy Szilárd a Menny cég üzletkötője vagy boltvezetője volt. A másik kép egy ismeretlen kislány téli kabátos fényképe. Arca sem Szilárdra, sem Csöpire nem hasonlít. Talán csak valami ismerős gyerek, akit hősünk kedvelt. A következő oldalon, a kisebbik fotón, egy eddig még nem látott fiatal nő áll pózt falusi környezetben, helyi népviseletnek tűnő ruhában. A másik kép az album egyetlen kalapos felvétele Szilárdról. A téli tájban fényképezte le valaki a nagyon vidám lánnyal, akit nem tudtam beazonosítani. Megint egy hiányos oldal következik. A megmaradt kép a csónak kikötőben készült. A nyári ruhás hölgy most szerepel először az albumban. A következő oldalon Csöpi van ismét, talán néhány évvel idősebben, mint a legutolsó fényképen. Egy kislány kezét fogja. És a nézéséből, meg a kislány természetes testtartásából szinte biztos, hogy anya és lánya van a fotón. A kislány nem hasonlít a korábban látott lányhoz. Nem gondolom, hogy Szilárd lenne az apja, hiszen sem eddig, sem ezután nem szerepel az albumban. A következő oldalon, a baloldali fotón szerintem valami gyászszertartás után lehetünk. Szilárd kabát ujjára gyászszalag van húzva, és nem mosolyog, ami az album róla készült képein egyszer sem fordult elő. A két férfiről semmit sem tudunk. A másik fotó Csöpi utolsó képe az albumban. Téli séta a Gellért-hegyen talán, ismét összejöttek Szilárddal, de nem hiszem. Ez egy búcsúkép lehet róla, mert még egy oldalon van fotó az albumban, utána üres lapok következnek. Ezen az utolsó két képen megint a Mainbolt kirakatát, illetve áruit láthatjuk. Kurta furcsa lezárása egy önmagát nagy becsben tartó, valószínűleg anyagilag gondtalan, a nők között is sikeres férfi emlékeinek. Talán mert véget ért a Csöpivel való viszonya, egy másik albumba kezdte beragasztgatni az új kapcsolatának fényképeit. De az nem került el hozzám.